Érkeznek a vevők a Rózsaligetben található városi piacra. A forgalom még nem olyan, mint régen, és mintha árusból is kevesebb lenne, azonban lassan, de biztosan éledezik a piac. A vásárlók sokféle árut keresnek itt. Minden szombaton jövök azért, mert hazai terméket szeretek vásárolni. Most új hagymáért jöttem, de látom, hogy nincs nekik, de letek van, azért azt tudok venni. Sárgorépát szoktam, szóval mindig, ami éppen aktuális, azt szokom megvenni. Félni fél az ember, de betartsuk azért az előírásokat, a eladóknak is van maszkuk, és a vásárlóknak is, úgyhogy betartsuk azt a távolságot. Vettek egy kis virágot, húsvétnak a jelképét, vettem egy kis zöldséget, retket. Szerettem itt a embertársam, itt már megszoktam, régóta járok ide. Hiányoznának nekem, ha nem jönnék. Ha lehetőségem van rá, akkor mindig kinézek minden szombaton. A nátszegi Boros Rudolf széles kínálattal és szezonális jellegű termékekkel várja a vásárlókat. Ott jártunkkor többek között tavalyi burgonyát, sárgarépát, hagymát és káposztát, valamint idei retket, hagymát, salátát és eperpalántát kínált. Abban bízik, hogy előbb-utóbb a piacon is minden visszatér a rendes kerékvágásba. Idáig a koronavírus véget sajnos úgy volt, hogy a piacok zárva voltak, és egy héttel jelentették ki, hogy igenis, hogy újból nyitnak a piac, úgyhogy azért már most már észreveszik, hogy igenis. Mink is észreveszük, és a vevők is észreveszik, hogy igenis többen járnak ide, akkor ők is járnak már most már újra a piacra. Reméljük, hogy a piac itt is fel fog lendülni. Mert vannak olyan nagyobb piacok, például Boromba is, ahol fölvásárolják, és aztán azt mondják, hogy a hazai termékek. De ezek itt a szerdáli piac, konkrétan a termelői piac. A városi piac a tavaszi és nyári időszakban hivatalosan hétfőtől péntekig 6 és 18 óra, szombaton pedig 6 és 12 óra között tart nyitva.